gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Nyakunkon a nyár, mondhatjuk, itt a hőség. Mind a növényekre, mind az állatokra hatással van. Kezdjük a növényekkel, különösen a szántóföldekre. Ez a hőség most így aratás közben, ez mekkora probléma? Gabonáknak mindenképpen jó, mert a betakarításnál jó hízen mennek be, úgymond, tehát kellő edességgel mennek be a magtárakba, illetve egyéb tárolóhelyekre. A gond a nyári kultúrákkal van, a kukorica és a húja. A napafogó valamennyire védett erre, mert mindig felkészül, és igen, mélyen van a gyökere. Hát a kukoricáknak már Dél-Magyarországon, Dél-Kelet-Magyarországon azért elég jó adott. Annyi szerencséjük van a gazdáknak, hogy címerhányás után jött, tehát a bekötött csöveket érte ez a forróság. Hát nem tudni, hogy hány szentelik meg. Nagyon sürgősen egy héten belül kéne országosan 20-30-50 mm-es ső, azért valami is megmenthetné a kukoricát. Egyébként meg ismételten borzasztó kár lesz a délnyugati régióban. Ezzel kapcsolatban pont egy szakértő azt mondta, hogy több milliárd forintos kár keletkezik nap, mint nap gyakorlatilag. Nézzük a többi növényt, a gyümölcsökre, amik még szezonban vannak, vagy szezon előtt, szőlő például, azok gondolom annyira nem okozott kárt az a nagyon nagy meleg. A szőlő bűre igazából, tehát a klasszikus származása ez a mediterrán régió, ott azért mindig van forróság, annyi a probléma, hogy kiégnek a savak, és egy ilyen édeskés kiánti jellegű borok fognak keletkezni, és hát félhetőleg 3 hét korábban ezt a szület, nem tudom, igen, nem volt Magyarországon, tehát lehet, hogy a július végén elkezdik a korai fajták születését. Hát sőt, villányból már jött hír, hogy van olyan fajta, amit megkezdtek. Azért volt néhány évvel ezelőtt, amikor augusztus közepén már javában születeltek, és az is korainak számít, hiszen azért egykor régen inkább ősszel, sőt, Tokaj hegyalján októberben indult Isten igazából a szüret, de akkor ez idén gondolom, hogy ez is hamarabb lesz. Na most a nagy meleg, nyilván vannak olyan növénykultúrák, amiket azért nem árt öntözni, most hangsúlyozottabb lesz ez a probléma, ezzel pár héttel ezelőtt foglalkoztunk. Gondolom, hogy ilyenkor azért jelentősen próbálnak a gazdák valamit menteni a menthetetlenből. Az állókultúrák, mint a gyümölcs, szőlő, különösen a gyümölcsöknél azért megoldott valamelyest az öntözés, nem mondom, hogy az összes öntetvény öntözött, de magasabb százalékban, mint a szántóföldön. Ott a probléma nem csak a vízhiánnyal van, mint a kétfajta vízhiány, a talajtani vízhiány és a légköri vízhiány. Igazából ebben a stádiumban, de inkább a légköri a szájhoz veszélyes. Hát olyan, mint a hajszájhoz, mert folyamatosan rá a gyümölcsfákra. Itt a stómák korábban záródnak, tehát nem tudnak asszimilálni, nem érekeznek, kevesebb napsütést tudnak felhasználni, mert nem indul meg az asszimilációs felület, és ezért a fotoszintézis is lassabban fog végigadni, ezért apró gyümölcsök lesznek. És a harmadik probléma az pedig a napéget gyümölcs. Az UV-sugárzás olyan erős, hogy a gyümölcs felülete megég, megbarnul, vagy később elkezd ezen a felületen rohadni. Mindenképpen komoly kiesést okoz a gyümölcsöknek, ez nem piac képes a terméke. Próbálják úgy metteni, hogy valamest árnyékolja a lomb a gyümölcsöt, de hát ez nem mindig voltható meg. Úgyhogy a talajszáj mellett most legfőképpen a légkörös a legveszélyesebb. Említetted, hogy kellene néhány milliméter eső. Ugye szokott az úgy lenni, hogy jó nagy hőség, utána meg jön egy hét megállás nélküli zuhé eső, jégeső, azt gondolom, az se jó, vagy az se lenne jó. Folyamatos jégesők van az országban, tehát szélsőséges időjárás van. Ebben a nagy melegben hirtelen délután érkezik meg a zivatar, annak a vége mindig jégeső, annyi szerencsé, vagy nem a teljes felületen, ahol eső van. Jégeső, csak egy pásztákban, 2-3-4 km széles pásztákban halad végig ez a hirtelen nagy jégeső. Ez ellen képtelenség védekezni, bár az agrárkamarának van egy ilyen védekező rendszer, ahol ez is mondott fecskendezbe, és lőbe rakétával ezekben a felnőkbe. Ilyenkor óriási nagy eső van, tehát annyira szormos, annyira össze-vissza derül ki, hogy jégeső fog belőlenni, hogy ez rokon nehéz előjelzni, és egyáltalán védekezni is előjelzni. Mi a helyzet az állattartókkal, mert nyilván az állatok is megszenvedik ezt az elképesztő meleget? A sertéstelepek átegészség is, környezetvédelmi és átújíti szempontból teljes mértékben zárt helyen vannak, ahol meg tudják oldani a folyamatos szerdőztetésre, nem is klímát, de egy erőteljes ventilátor használatával tudják kiszívni a meleg levegőt a hústálló térből. A húsmarhák valamennyire
bízják, bár ők is bevonulnak árnyékba emészteni a 34-35 fokba, keskez árnyas pihenőhelyeket, ők valamest megoldják. A balofű telepeken, ha nincs ventiláció, akkor igazából végtelen rossz a helyzet, gyorsan be tud melegedni egy barokk kisszálló. Állatok szempontjából, ha gazda, jó gazda gondosságra gondoskodik az állataira, akkor tud vélekedni és meg is védi az állatait. Reméljük, hogy a 2000-es kánikul lassan lecseng, és valamest mind az állatok, mind a növények megmenekülnek ezt a borzasztó hűstestől. Reggeli Monitor.